Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mutatom képekben mai adásunk tartalmát. Fogatokkal telt meg a Rejgői futballpálya. 13. alkalommal bőgtek fel a traktormotorok Nagyszokolyon. Téli ünnephez kötött illat lengte be a teret Mucsiban. A település szülötteinek emléke léptennyomon visszaköszön Nagykonyiban. A lovak és a lovasportok szerelmeseinek kínált egy kitűnő alkalmat a kikapcsolódásra a Rejgői Lovasport Egyesület. Régre visszanyúló hagyományai vannak a településen a fogadhajtó versenynek, mint megtudtuk, a Tamási Lovasnapoknak is innen vannak a gyökerei. A helyi egyesület összefogja a település lovasait, akik nem csak a helyi versenyeken kerülgetik a fogataikkal az akadályokat. A Rejgői Lovasport Egyesület 2001-ben 26 fővel alakult meg, azóta taglétszámuk bővült, de céljuk nem változott. Továbbra is szeretnék életben tartani a rejgői lovas hagyományokat. 2001-ben volt először egy ilyen baráti verseny, édesapám rendezte ezt, Kelemen Tibor rendezte az első baráti lóversenyt, és akkor ebből alakult ki a Rejgői Lovasport Egyesület, és abból alakult ki az első fogadhajtó, és immáron 20. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt. Régebben ugye nagy hagyomány volt ez, régen is ugye a lóverseny, ugye valamikor a Tamási lóverseny is ebből a Rejgői lóversenyből indult el. És mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy Rejgében elég sok lovas ember található még, illetve lovas gazda is. Körülbelül 30 ló, ami aktív ló Rejgében, és minden egyes alkalommal szüreti felvonulásokon, lóversenyeken megjelenünk ezekkel a lovakkal felvonulásokon. A fogatokkal lóhátas, vannak nagyon ügyes lovasaink is. Legfontosabb rendezvényük a Rejgői Lovasnapok. Ezt a versenyt szeretnék a megye, illetve a régió egyik legszínvonalasabb, legnívósabb rendezvényeként megszervezni évről évre. Beszűkül ez a kör. Egyre kevesebb települést szervez ilyen fogadhajtó versenyeket, egyre kevesebb a lovas sporttal foglalkozó, ugye, mint más sportoknál, és ugye ezek egyre jobban drágulnak, ugye. Így ezért próbáljuk ezt a kevés embert, aki még ezt fönn tudja tartani, illetve tud vele foglalkozni, ezt megpróbáljuk erősíteni ezzel a Rejgői Lovasport Egyesülettel. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy az amatőr fogadhajtó versenysportban visszaszerezze azt a helyet, amelyet az 1990-es évek elejéig birtokolt. Tolna megye évente 6-7 alkalommal ad helyszínt C-kategóriás fogadhajtó versenyeknek, közülük az egyik a Rejgői. Az idei versenyen a helyi egyesület tagjai közül többen is rajthoz álltak, köztük az elnök is. 9 év kihagyás után, 9 évet pihentettük ezt a sportot. Egy új fogattal, egy lipicai fogattal, 2-4 éves lóval próbáltuk ezt az évet újraindítani, és újra belemenni ebbe a fogadhajtásba, és ezért szeretnénk ezt még jobbra gyakorolni. Idén újra vissza kellett ráznunk nekünk is, illetve lovaknak is, még ugye fiatalok. Fiatal lovak délelőtti fordulóban is jól szerepeltek, délutániban természetesen sokkal jobban. A vadászhajtásunk még vissza van, de értünk el egyre szebb eredményeket, értünk el az elmúlt fogadható versenyeket. Legutoljára Dégen, mikor voltunk a Dégi első fogadható versenyen, ott is elsők lettünk a vadászhajtásba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy igen jó, ígéretes, fejlődő fogatot látunk magunk előtt. Nagyon nagy szerencsém van, egy nagyon-nagyon szerető és elhivatott feleséget sikerült választanom, aki ő is ezt a lovasportot előnybe helyezi, és ez egy családi program nálunk. A mezőgazdaságban dolgozunk, a hét minden napján állattenyésztéssel foglalkozunk, így ez nekünk egy olyan, mint más, mikor elmegy wellnessezni egy hétvégére. Ez a szombati lóversenyek, ez nekünk egy kikapcsolódás, egy családi napunk. A helyi egyesületet képviselte Dávid is. Abból a célból indultunk, hogy itt vagyunk helyi sportolók, kipróbáljuk magunkat egy kicsit, megpróbáljuk, hogy milyen ez a lovasport, most már jó pár éve üzzük. Dés szabadidősbe indultunk, 7 éves lovakkal, félvérek, Onius félvér lovak. Versenyre csak egy éves, 2-3 versenyéről tudunk odajutni egyelőre sajnos, de heti szinten ilyen 3-4 alkalommal van hajtás. A versenyzőkön kívül a nézők számára is öröm, hogy a Rejgői Egyesület életben tartja a nagymúltú fogadhajtó versenyt. Mi elég messzörűen látogattunk ide, mert Orgoványról vagyunk. Úgyhogy mi most vagyunk itt meg először, mert
van egy ismerősünk, Kelemen Ákos, annak a tiszteletére jöttünk el, meg a fogadhajtás véget. Kislány nagyon, az unokám nagyon szereti a lovakat, imádja, és minden évben kijövünk. Olyan szabadok, és ilyen nem is tudom, nagyon szépek és gyönyörűek. Az egyesület igyekszik segíteni a helyi és környékbeli lovas fiatalokat, ezzel is népszerűsítve a fogadhajtáshoz, illetve a lovagláshoz kötődő sportokat, az amatőr versenyzés és a tömegsport területén egyaránt. Gyorsulás, szlalom és erőhúzás. Ezek a fogalmak most nem egy személygépkocsihoz voltak köthetőek. A nagyszokói sportpálya ugyanis augusztus elején rendszerint egy verseny helyszínévé változik, ahol a traktorok mérettetnek meg. A nagy szárazság miatt porból sem volt hiány, de ez sem gátolta meg az érdeklődőket, hogy részesei legyenek az ország talán legrégebbi és legtöbb nevezőt, valamint nézőt vonzó rendezvényének. Felbőgtek a traktorok motorjai Nagyszokolyon, ahol 13. alkalommal szervezte meg a traktorversenyt, gazdatalálkozót és családi napot a Civilek Nagyszokóért Egyesület az önkormányzat segítségével. Végül is nem fő tevékenység, hanem ez egy úgy indult, hogy egy gazdatalálkozó, családi nap és traktoros verseny. Az első rendezvényen 10 pár traktor vett részt, amit nem tudom most megmondani pontosan mennyi, és akkor ez a traktorverseny része nőtte ki magát az évek alatt, hogy most már ilyen 45-50 versenyzőnk van, a felvonuláson ma 84 traktor vett részt, ami egy rendőri felvezetéssel történt a faluba. Ebben részt vettek kicsik, nagyok, mármint a traktorok is kicsik, nagyok, meg emberek is, fiatalok, idősebbek. 19-ben volt vezetőségváltás, 19-től lettem az egyesület elnöke, a feleségem a titkár, menyem a pénzügyi részét viszi a dolognak, és most úgy ez az első rendezvény, amit végül is mi szervezésünkben történik. A traktorosoknak van egy szalonverseny, 150 lóerő alatt, 150 lóerő felett, van egy gyorsulási versenyünk, van egy női versenyünk, ami szalonban van, és egy veterán, ami ugye dútrákra orientálódott, azok versenyeznek ugyanúgy szalonban, egy időmérő futamokkal kezdődik, utána az első 10, vagy ha nincs annyi, az első, amennyi éppen van, azok pedig összevetésbe, egyenes kiesés alapon jutnak el a dobogóik. A felsorakozott versenyzők között voltak helyiek, környékbeliek, de volt olyan is, akit még a kilométerek sem rettentettek el attól, hogy rajthoz álljon a nagyszokói traktorversenyen. Én Bakony Tamásiból érkeztem, Veszprém megyéből, és évek óta lejárok már a versenyre. Kezdetben még csak nézőként voltam itt, aztán hamar úgy éreztem, hogy el kell indulnom. Eleinte itt a helyiek kölcsönöztek nekem traktort, és azzal indultam, aztán utána lett egy ilyen gondolatunk, hogy akkor lejövök a traktorral, és akkor most már így a faluból többen eljönnek megnézni minket, többen is indulunk a traktorral, úgyhogy így most már kialakult egy egész jó versenyzői közösség innen Bakony Tamásról. Édesapám ezzel foglalkozik, akkoriban is már ezzel foglalkozott mezőgazdasággal, úgyhogy én már azóta ez a rajongás megvan bennem. Szeretnék minél jobb helyezést elérni. Ha véletlenül nem sikerül, akkor meg eleve már az élmény, az eleve a felvonulás, az, hogy itt lehetek, versenyezhetek, maga az idefele út, meg a hazafele út eleve az is egy élmény. A Bakony Tamásiból érkezett versenyző 5 óra alatt ért traktorával Nagyszokolyra, nagyjából 120 km megtétele után. Évekkel ezelőtt annyira megtetszett neki ez a verseny, hogy azt saját településén is megrendezik egy ideje. Egy részét átvettük ennek a versenynek, és Bakony Tamásiban meg szoktuk rendezni. Most már idén 5. alkalommal lesz egy családi napunk, ami lovas és traktoros családi nap, aminek a második napján egy ehhez hasonló traktorversenyt szoktunk rendezni. Előbbre, aki volt a rendezője ennek, a Gyenei Sándor, ő személyes jó barátom, és az ő közreműködésével kezdtük ezt meghonosítani Bakony Tamásiban, és idén is meg fogjuk rendezni. Az önkormányzat számára teljesen kézenfekvő, hogy támogatják a rendezvényt, örülnek neki, hogy évek alatt egy olyan eseményé nőtte ki magát a traktorverseny, melyet az ország számos pontján ismernek már. Támogatást nyújtunk a Civilek Nagyszokói Egyesület részére. Próbálok azt, hogy minél nagyobb gondolat vigyázz a rendezvény, és hogy minél több ember eljöjjön, jól érezze magát, és gyerekeivel, családjával együtt, akár egy főzőversenyen, akár versenyezve, mindenféle jót tudjanak csinálni, és jól érezzék magukat egész nap.
ez nagyon jó hírnév a falunak, és az ország bármely pontjára elmegyünk, ott mindenhol emlékezik, vagy emlegetik ezt a traktorversenyt. Hogy annyira kinőtte már magát, hogy nagyon sok helyen ismerik. Nagyon, mert Bakony Tamásiból nagyon sok helyre jönnek ide az emberek, azért, hogy itt megmérkőzzenek a győzelemért. Szeretném fejleszteni ezt a rendezvényt, esetleg egy nagyobb koncerttel a rendezvény végén, az, hogy minél több embert vonzunk ide a kis falunkba, és ismerjék meg azt, hogy milyen összetartó közösség vagyunk, és jól tudjuk érezni magunkat. A versenyzők között akadt olyan is, aki igazán komolyan veszi a felkészülést, nem csak a gyakorlás tekintetében. Ez most nagyon kemény volt, mert egy üres váltóvázzal indultunk neki április 29-én, és ez így egy folyamatosan készül napon keresztül. Az utolsó két hét az nagyon kemény volt, éjjel-nappal nyomtuk. Úgyhogy igen, ez minden porcikáj darabból készült szinte, motor, váltó, hajtások, minden. Igen, van sok verseny, máshonnan is szoktak jönni, és készültünk, hát ha jönnek az Alföldről is szoktak jönni minden évben máshonnan. Meg jövő héten vinnénk Sólyospálos traktorversenyre, és hívtak barátok már, hogy ott is komoly versenyek vannak. Volt első helyezésem egy pár, volt abszolút első helyezés is, volt kettes, hármas helyezés is. Minden évben változó. A változó helyezések sorát idén egy gyorsulási első, egy szlalom harmadik és egy abszolút első helyjel gyarapította a Tamásiból érkezett versenyző. A nézők számára egy különlegesség, amikor hölgyek ülnek a volán mögött. Idén 8-an gondolták úgy, hogy megmérettetik magukat szlalomozásban, akik közül Bázsóics Petra bizonyult idén a legjobbnak. A traktorverseny jövőre is várja az érdeklődőket Nagyszokolyon. Mucsi önkormányzata igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amiknek közösségformáló ereje van. Ezért is éltek a Nemzeti Művelődési Intézet nyújtotta lehetőséggel, és szakkört szerveztek a faluban. Azok a lányok, asszonyok, akik megragadták ezt a lehetőséget, karácsonyanak biztosan illatos és szép ajándékokkal lepik majd meg szeretteiket, barátaikat. Érdemes figyelni a jövőben az önkormányzat felhívásait, mert egy újabb szakkörre számíthatnak majd az érdeklődők. A mézes kalács ma már jobbára a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, pedig régen búcsúfújaként is gyakori ajándéknak számított a szépen díszített szív vagy katona figura. Mucsiban a művelődési házban is belengte a finom édesség illata teret. Lezárult egy szakkör, melyet segítséggel tudtak megvalósítani. A mézes kalács szakkörünk a Mucsi község önkormányzata, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet által jöhetett létre. A helyieket szerettük volna bevonni egy közösségbe, hogy vegyenek részt és megismerhessék a különböző mesterségeket. Rendes iskolai végzettségem cukrász, és ezáltal közelem hozzám, és így ezáltal sokkal többet tudtam én is nekik segíteni, megmutathattam én is a különböző fortélyokat neki, leginkább ezért választottuk. Ezek a szakkörök heti egyszeri rendszerességgel jöttek létre itt a helyi művelődési házban. Egy foglalkozás körülbelül 3 óra intervallum volt, attól függ, hogy milyen folyamatokat kellett nekik elkészíteni. Összesen 20 alkalmat volt kötelező tartani. Sajnos ugye a vírus meg minden egyéb közbe jött, tehát így eléggé hosszadalmas volt, de mondhatom, hogy lehet, hogy fél évben is benne voltunk. Akik elkezdtek, azért volt váltás is közben, de azért kialakult egy kis közösség, akik jelezték, hogy a következő szakkörökön is szeretnének már részt venni. Kötelező volt az 5 fő, tehát a Nemzeti Művelődési Intézet az alapanyagot 5 fő csoportlétszámmal adja ki, és így tartani kellett ugye az 5 főt. Igazából leginkább a puha mézes kalács tésztával foglalkoztunk, legtöbbet azt alkalmaztuk, de mellette még a puszedliket választottuk, és ezek közül is 4 fajtát tudtunk elkészíteni. Ugye a szilvalekvárral töltöttnek is volt azt hiszem 3 formája, és akkor volt egy sima mézes puszedli, amit cukormázzal borítottunk be. Meg volt adva egy séma, amiből lehetett választani. Ez kiterjedt akár 50 féle termékre is, és ezekből 20-at lehetett választani, és ezeket lehetett elkészíteni. A település polgármestere ugyan nem húzott kotint, hogy ő maga is megtanulja a mézes kalács készítés fortéjait, de büszke volt arra, hogy a helyiek közül többen éltek ezzel a lehetőséggel. Gyakorlatilag azért Mucsinak vannak rejtett szépségei, már ugye hát az embereink kitettek magukért, látni azt, hogy mik készültek el, látni azt, hogy kézügyességük az van, és hát attól függetlenül, hogy egy eldugott kis faluban vagyunk, attól függetlenül nagyon szépen és nagyon magas szinten ki tudtuk venni a részünket ebből a munkából. Nagyon édes szájú vagyok, sőt, meg is látogattam őket, mikor készültek a mézes kalácsok, és hát
én azért kóstolgattam őket, ellenőriztem, hogy milyen munkát is csináltak, de hát nem volt kifogásom ellene, mert nagyon finomak voltak. Családiásnak mondható, sőt, igazából egymást segítve készítették a mézes kalácsokat. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművelők Egyesületének szövetségével 2021 őszén indult el a szakkör. A felhívásban alapanyagokra és eszközökre pályázhattak a közművelődési intézmények és az önkormányzatok, mint ahogy ezt Mucsiban is tették. Többféle nagyságú települések vannak. A kis településeken általában közösségi szintér van. A közösségi szintér egy szakkörre pályázhatott, a művelődési házak azok három szakkört, és az agórák vagy kulturális központok ők ötöt igényelhettek szakkört, és ezeket indíthatták el. Legnépszerűbb ugye mézes kalács volt, mert pont novemberben indult, és ugye jött a karácsony, és ezért főleg a mézes kalács volt a legnépszerűbb, de a hímzés is, a nemezelés is, a kosárfonással is megpróbálkoztak, a hatféle szakkör indult különben a megyébe is. Hát a szakkörökön keresztül nem csak a közösségek kovácsolása és a régi szakmák, hanem azért fontos az, hogy nagyon elkényelmesedtünk, valljuk be őszintén, tehát otthon nem igazán állunk neki, vagy hát nagyon sokan nem állnak neki, én mondjuk nagyon szeretek mindenféle régi hagyományokat még áttanítani is, meg megcsinálni is, de sokan nem állnak már neki, inkább elmennek egy mézes kalácsoshoz, és megveszik karácsonyra, mint hogy ők készítsék. És az is célja, hogy ezeket át tudjuk örökíteni az utókornak. A Tamási járásban található Mucsi a jövőben is élni kíván a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri lehetőségeivel. Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. A gondolat, amely igen sokat mondó Babits Mihály tollából származik, és be kell látnunk, valóban így van. A települések életében is fontos a múlt, és igyekeznek is azt továbbadni a jövő nemzedékének. Lehet szó hagyományápoló rendezvényekről, vagy akár a település híres szülötteinek emlékét őrző erekékről. Nagykonyi büszke rá, hogy több olyan személy is kötődik falujukhoz, akiket az ország ismer. Nagykonyi belterületén, a 61-es számú főút mentén áll az a ház, melyben az 1900-as évek egyik neves színésze, operaénekese született. A település igyekszik megőrizni a szép életpályát megélt hírességek emlékét. Nagykonyi azok közé a kis települések közé tartozik, amely több szép életpályát megélt, sikeres karriert magának mondható szülöttel büszkélkedhet. Talán a legismertebb közülük Sárdi János, aki 1907. június 27-én, vagyis pontosan 115 évvel ezelőtt született Nagykonyiban. Sárdi kereskedők gyermeke volt, úgyhogy kereskedelmi tevékenységükből kifolyólag nem sokat éltek Nagykonyiban, viszont mi mindig büszkék voltunk arra, hogy Sárdi nagykonyi születésű. Legnagyobb sikereit az 1930-as évek után a fővárosba költözésekor érte el, de már előtte Tolna megyében ismert volt, hiszen Dunaföldváron több éven keresztül kántortanítóként dolgozott. Az 1930-as évektől kezdve, miután a fővárosba költözött, gyorsan jöttek a sikerek, operett énekesként országos elismertségre tett szert. Nem csak Magyarországon volt híres, hanem többször szerepelt Európában is. Az 1940-es évektől kezdve pedig filmszerepeket is vállalt. 58-tól 68-ig a Fővárosi Operett Színház tagjaként dolgozott. Születésének 110. évfordulója alkalmából Nagykonyi község önkormányzata a szülői házon egy emléktáblát helyezett el, melynek ünnepélyes átadóján egyetlen lánya, Sárdi Julianna is részt vett a legnagyobb örömünkre. 1999-ben pedig Nagykonyi község önkormányzata posztumusz díszpolgári címet adományozott a családnak. Sárdi János szülőházától mindegy 600 méterre lévő épület névadójának pedig egy olyan szemét választottak, aki az irodalomban jeleskedett az 1900-as évek közepén. Településünk másik, nem kevésbé ismert szülöttje Tamási Lajos költő, aki 1923. január 1-én született Nagykonyiban. Ez az 1950-es évektől kezdve több kötete is megjelent. Kétszeres József Attila díjjal jutalmazták ezért őt. A legnagyobb ismertségre mégis a Pirosavér a Pesti utcán című költeményével szerezte, amely 1956. októberében hangzott el először a Szabad Kossuth Rádióban, és az 56-os forradalom egyik jelképévé vált. A település vezetése Tamási Lajost életmunkásságáért többféleképpen megpróbálta díjazni. Az itt település iskolájának falán helyeztünk el 2016-ban egy dísztáblát, melynek átadóján lányai is jelen voltak,
az ünnepség keretein belül posztumusz díszpolgári címet is vehettek át, valamint a település általános iskoláját is róla neveztük el. Azon kívül, hogy az iskola épületén található névtábla nap mint nap emlékezteti a helyieket Tamási Lajos nevére, a 61-es főút mellett egy emlékmű eleveníti meg egyik leghíresebb írásának sorait. 2017-ben sikeresen vettünk részt egy pályázaton, melynek köszönhetően sikerült egy 1956-os emlékművet létrehoznunk, amely a költő Solaitól vált egyedivé. Az emlékmű úgy került kialakításra, hogy a leghíresebb versének sorai vannak speciális módon belegravírozva az emlékműve. Különlegessége az emlékműnek, hogy belső megvilágítással rendelkezik, így az esti fénynél a költő sorai gyakorlatilag kivetülnek a térkőre. Ez nagyon szép látványt nyújt az ide látogatók számára. A település köztereit számos szobor díszíti, melyek a szintén nagykonyi születésű Szőke Lajos kezemunkái. A keresztény vallás egyik fontos jelképét, Krisztus kínszenvedésének egy-egy mozzanatát a nagykonyi temető ravatalozó épülete mellett elhelyezett domborművei elevenítik meg. Itt állunk a nagykonyi temetőben található stáció előtt, amely Krisztus szenvedését ábrázolja, és szintén a nagykonyi születésű Szőke Lajos szobrászművész alkotása. Bár a művész is családjával már fiatal korában elköltözött, gyakran visszajárt a környékre és Nagykonyiba is, aminek ékes bizonyítéka a település több pontján található általa készített szobor is. A történelmi múlt tisztelete fontos Nagykonyi önkormányzata számára, így igyekeznek a rájuk maradt örökséget megőrizni a jövő nemzedékének is. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!